Azoknak, akik Tolna központjában járnak, szinte lehetetlen, hogy elkerülje a figyelmüket a Szent Háromság szobor látványos átalakulása. A felújítást néhány hónapja kezdték el a restaurátorok. A munkálatok jó ütemben haladnak, így akár már az októberi határidő előtt elkészülhet a szobor. Folyamatosan dolgoznak, hála Isten az időjárás is ezt lehetővé tette. A restaurátor elmondása szerint körülbelül 70%-os a szobor felújítása. És most már, amint látható, az árványokat is elbontották, kosaras autóból fognak dolgozni, jövő héten minden bizonnyal el fogják vinni a kerítést, és kijavítják, átfestik, már nem a restaurátorok, hanem egy vállalkozó, aki vállalta ennek a rendbehozatalát, úgyhogy nagyon jól állunk. A felújításhoz összesen 15 millió forintra van szükség, ennek 80%-a már összegyűlt, és több jótékonysági koncertet is szerveztek a városban annak érdekében, hogy minél hamarabb meglegyen a szükséges összeg. Külön kiemelném most is az elszármazottakat. Az elmúlt időszakban, amik jöttek adományok az alapítványi számlára, azok mind az elszármazottaktól érkeznek, tehát az elszármazottak részéről különösen nagy érdeklődés kíséri a felújítást, úgy gondolom. Természetesen a tolnaiak részéről is, de az elszármazottak most jobban örülnek, talán így is lehet mondani, a szobor felújításának. A 15 millió forint nagy része tehát már megvan, az idő azonban szorít, hiszen a fennmaradó 20%-ot, ami nagyjából 3 millió forint, pedig szeptember végéig kell összegyűjtenie az alapítványnak, hogy végül a Szentháromság szobor új pompájában ragyoghasson majd a város központjában.